A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Kedves testvéreim, azért gyűltünk ma itt össze, hogy örök búcsút vegyünk gyülekezetünk szeretett testvérétől, élő Csenge Enikőtől. Az Enikőt nem is használtam, de fasz. Csenge szerető gyermek, unoka és igaz barát volt. Voltam a faszt voltam. Sokszor úgy beszéltem anyámmal, mint egy rongyal. Nagyanyámat már csak leintettem, hogy jó van, mama, öreg vagy, meg hülye. Gyász Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 422-es Zsoltárt, mert így kezdődik. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Megyek már, mert tegnap meghaltam. Tudod, mindig is éreztem, hogy hamar utolér a halál. Mielőtt még a hírnév bedarál, és mielőtt még valaki azt mondaná, nekem te vagy a fény fatál. Érdekes innen fentről nézni, így az árnyékvilágba lépve leginkább olyan, mintha belennék tévbe, csak most nem vagyok éhes. Azt hiszem, azt is tudtam, hogy ezt az egészet majd végignézhetem, de reméltem, hogy lesz némi beleszólásom, és kérhetem, hogy például hamvasszanak, és... Jé, ott van a bomb. Jó, hogy eljöttél. Mondjuk a szalagavató kimaradt, legalább most itt vagy. És ott a Dóra. Igen, mintha most lett volna, hogy 17-től 21 éves korunkig be voltunk baszva, de hogy milyen jó barátnő voltál, az soha nem lett megfogalmazva. A verseimet rád hagyom, majd adasd ki, azt mindig is szerettem volna. Ahogy minden kis feltörekvő pöcs bölcsész költő akartam lenni, akire mindenki felnéz. De tudományosat is akartam ám írni, olyan nícsésen depisat és kantosan logikusat. Tudod olyat, ami tömegeket mozgat? Hát ki nem azért kezd el írni vagy áll színpadra, hogy bepecsételje magát a szerinte tehetségtelen társadalom lelkének irodalmi kis pecsétfüzetjébe. Lenyomatot akartam hagyni a pszükhébe. Vágod? Emlékszem, 8-tól 17 éves koromig szinte töretlen volt a siker, aztán elkezdtem piálni, és mivel szarmatekos voltam, későn vettem észre, hogy minden egyes átpiált éjjel gyök alá vonja az álmaim. Furcsa az ember, nem? Először azt hiszi, nem függ tőle. Aztán rájön, hogy valójában betegesen ragaszkodik a sikerhez, mintha valami kibaszott narkó lenne. A sikernek él, a sikerre gyűjt, kurva jó, ha sikerült, de beledög lesz, ha nem. És üvöltött, hogy miért teszed ezt velem, Istenem, én mindent megtettem! Tényleg. Szóval sanszos volt, hogy egy esős vasárnap kamutiniként tátongó szemekkel lessek, mert elfogytak a sikerflessek. Mert elfogytak a sikerflessek. Mert aki hisz én bennem, az nem hal meg, hanem örökké él. De én hittem benned, Uram! És abban is, hogy jó emberré válok, pedig tudtam, hogy látod, hogyha maszturbálok. Egyébként elmondhatnád, hogy hogy haltam meg. Az utolsó emlékem, hogy ráébredtem arra, hogy a közhelyeim már nem voltak eléggé megcsavarva, és hogy írói vénám összes vércseppje ki lett már pacsarva. Szóval lehet, hogy belehaltam a korai kiégésbe? Vagy az örök írói elégedetlenségbe? Vagy meg se haltam, csak be vagyok tétve.